Kipróbálhatják az eljárási időtartam kalkulátort, de bemutatjuk a 2020. január 1. napjától az önök számára elérhető új rendszereinket is. A bíróságok fejlesztéseit és az elérhető szolgáltatásaikat ismerhették meg a szekszárdi törvényszék nyílt napjára érkezők. A díszteremben felállított standoknál olyan témákat mutattak be a szakemberek, mint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás vívmányai, a digitálisan elérhető bírósági internetes felületek, a nyitott bíróságprogram vagy a bírósági közvetítés lehetősége. Hogyha úgy érzik a felek, vagy a bíró felajánlja és a felek nyitottak rá, akkor vegyék igénybe ezt a közvetítést, és maguk próbálják megoldani a saját vitájukat. Azt tapasztaljuk, hogy amikor ilyen módon megállapodás születik, akkor egyik fél sem veszít. Mobiltelefonnal kapcsolódott a videokonferenciába a bíróság egyik alkalmazottja. A kameraképe azonnal megjelent egy másik tárgyalóteremben. Az úgynevezett távmeghallgatás folyamatával is megismerkedhettek az érdeklődők, sőt a mobiltelefonos kapcsolatot most először láthatta a szélesebb közönség is. Nyílt napnak az elnevezése új utak, bíróságok az ügyfelekért. Azért ezt a nevet választottuk a programnak, mert szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen új fejlesztéseket valósítottunk meg itt a bíróságon, az ügyfelekhez szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni. A szekszárdi törvényszéken nem most először tartottak bárki számára elérhető nyílt napot. Korábban a múzeumok éjszakáján is sokan keresték fel az intézmény programjait.